közönségének nevében köszöntöm a megjelent vendégeinket. Most meg fogjuk kezdeni a szokásos tombolasorsolást, melyhez sok szerencsét kíván a vezetőség mindenkinek. Előtte azonban el szeretném mondani, hogy kik szolgáltatták a tombolatárgyakat. Nagyon értékes tombolatárgyal ajándékozott meg minket Arndt Ernő táskás, aki egyéb garanciát vállal minden nála vásárolt táskára és bőrárulra. Valamint Gecő Csilla vegyeskereskedés a 3M Kft. Bonyhádról, a Radványi Élelmiszer és Vegyeskereskedés Bonyhádról, a Bovas Kft. Mintaboltja Bonyhádról, Törő István és Neje Cikóról, Szautner Józsefné Cikóról, a Cikói Polgármesteri Hivatal, a Szomszédok Betéti Társaság, Studer Robert, Bonyhád és Vidéke Áfész az 50 éves évfordulója alkalmából, Dobondi Horgász és Vadászbolt Bonyhádról, Tausz Péter Mutatványos, Csabai Ferenc Cikóról, a Solidus Kft. Bonyhádról, Kovács Ferenc kerámikus Mőcsényből, valamint a Labdarúgók Baráti Köre Cikóról, a fődíjat Niklós István is neje ajánlotta föl, és a Cikói Sport Egyesület vezetősége. Az első nyerőszám kihúzására megkérném László Józsefet, az öreg fiúk legeredményesebb góllövőjét. József, gyere, hadd legyen. A Cecil 65-ös. Következő nyerőszámunk az Elemér 88-as. A 3M Kft. Bonyhádról, a Radványi Élelmiszer és Vegyeskereskedés Bonyhádról, a
Bogas Kárti Mikladrótja, Törő István és Lejje Cikorról, Szautai Józsefné Cikorról, Polgármesteri Hivatal Cikorról, Szomszédő Péti Cikorról, Schuder Robert Cikorról, Kocsán és Vidéke Ártusz, Kobordi Hovász és Sarászból, Tausz Péter Mutatmányos, Csabai Helen Cikorról, a Fulizu Szerfő Bocsánról, Kovács Ferenc Szerelmikus Bőcsekről, Labdarúgó Baráti Bőr Cikó, Miklós István és Leje több ajánlották fel a fődíjat, mert megkérném, hogy adják meg, legyen szíves, valamint a Cikói Sport Egyesület. És akkor most következik a fődíj, értékes fotballabda, amelyet a Cikói fotball csapatodik át. Melyet nyer, az Elmér 70 éves. Shit.
Szamosújváros Kalárpa Néptánc Együttesét a településünkön. Nagyon örülünk annak, hogy megtisztelték a településünket azzal, hogy ide látogattak és egy műsorral kedveskednek a lakosság számára. Az együttes tagjainak el szeretném mondani, hogy Cikó Tróna megye Lévi Csücskénben felül el, a Mecsek Julván lábainál. Szeretettel köszönti Önöket a Kalárpa Együttes. Szamosújvárról jöttünk, Kolozsvár mellől, a Határon túli Magyarok Fesztiválját Erdélyt képviseltük. Együttesünk célja a hagyományőrzés és hagyományápolás olyan formában, hogy szórakozási formáinkat is meghatározza. Otthon hangulatos táncházakat tartunk, több száz gyerek, fiatal számára oktatunk néptáncot. Van egy kis termünk, könyvtárunk, és nagy szeretetünk mindaz iránt, amit csinálunk. Mai előadásunkban eredeti erdélyi magyar, román és cigány néptáncokat, énekeket, zeneszámokat